A Facebook közösségi hálót 2004. február 4-én hozták létre. Jelenleg 300 millió felhasználója van. Mai műsorunkban arra keresjük a választ, hogy mit is jelent ennek használata a családok, az egyes családtagok számára. Melyek a pozitív és negatív hatásai. Riportunk után Vince Hanna Orsolya kommunikációs szakemberrel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Aki csatlakozott a legnépszerűbb közösségi portálnak bizonyult Facebookhoz, előbb-utóbb rendszeres felhasználója lett a hálózatnak. Függetlenül attól, hogy aktív tagként vagy passzív figyelőként kezdte követni a napi eseményeket. A Facebook behálózza az embert, nemre, fajra, életkorra és családi állapotra való tekintet nélkül. Észrevétlenül odacsalja, leköti és uralja az egyént. Elvonja a figyelmét, lefoglalja az idejét kéretlenül. Kérdezzék csak meg azt a 300 millió érintett szemét. A Facebookon mindig történik valami, amire kíváncsiak vagyunk. Ráakad a tekintetünk egy ismerős arcra, mosolygunk a szellemes bejegyzésen, vagy bosszankodunk a keresetlen hozzászóláson. Megnézzük barátunk új fotóit, és megosztjuk az érdekesnek talált videót vagy újságcikket. Közben lájkolunk és visszajelzéseket fogadunk, majd jónak látjuk felköszönteni az éppen születésnapját ünneplőt, még akkor is, ha nem közeli ismerősünk, és Facebook hiányában biztosan nem tennénk. Ilyen ez a közösségi oldal. Rajta sok-sok ismerőssel, baráttal és családtagokkal. Rájöttem, hogy csak a Facebook kiváló eszköz lehet az ember kezében. Veszélyei is megvannak, de nagyon jól használható. Kapcsolattartásra, nagyon gyors adatközlésre, és itt akár azt is elmondhatom, hogy volt már rá példa, hogy valakit nagyon sürgősen a föld fenekéből elő kellett volna szedni, sem telefonszám, sem cím, sem elérhetőség nem volt friss, aktuális, és nagyjából 5 percet a Facebook segítségével levadáztuk. Úgyhogy ezért szerintem nagyon-nagyon hasznos is lehet időközönként. Nyilván minden nap megnézem azért az oldalamon, vagy a hozzám tartozók oldalán történő frissítéseket, érdekességeket. Illetve hát ugye kényelmes ember is vagyok olyan tekintetben, hogy a Facebook segítségével követem a születés, illetve névnapoknak a változását. Mondjuk ezt határozottan pozitívumként említem a Facebook esetében, tudnék rettenetesen rossz az ilyen típusú memóriám. Hajlandó vagyok még a saját születésnapomról is elfeledkezni időközönként, hogy nem mondjam a kényesebb helyzeteket, mert ugye van egy ilyen vicc is, hogy az ember a házassági évfordulót egyszer felejti el, soha többet utána. Hát velem is megtörtént egyszer, hogy elfelejtettem azóta, azt biztos nyilván nem felejtem el, de vannak azért születésnapok, és... Mi egyébre használod ezt a rendszert? Hát bölcselkedésre például. Ugye az életünkben egy nagyon nagy ajándék az, hogy nemrég új gyerekünk született, vadonatúj, tiszta, új, friss. És hát ugye apai szívvel ezt elég nehéz, hogy egyedül elviselni. De ezt világgá kell kiütölni, ezt el kell mondani mindenkinek. Én bevallom őszintén, hogy nem akartam Facebookot csinálni, de egy idő után láttam, hogy a testvérem nagyon élvezi, és akkor gondoltam, hogy hát legyen nekem is, megcsináltam. És ugye eleinte nem nagyon érdekelt, megkerestem a barátokat, bejelöltem őket, de egy idő után észrevettem, hogy mindenki ott, nem tudom, értesítik egymást egymás dologról, és akkor úgy döntöttem, hogy mégiscsak... Érdemes ott lenni. Igen, érdemes, mert legalább megtudom a dolgokat hamarabb. És mit szóltál hozzá, amikor a szüleid is csatlakoztak? Hű, hát nem nagyon örültem neki, mert tudtam, hogy így minden lépésemet követhetik, és akkor nem mindig tehetem ki azt, amit szeretnék. És így van, követik? Igen, sajnos. Vannak ilyen osztályon belüli viccek, amit a szülők nem nagyon értenének meg, viszont az osztálytársak értékelnék, és úgy érzem, hogy nem tehetem ki, mert a szüleim kicsit megszólnának érte, úgyhogy inkább nem teszem ki. Ezt mondjuk nem csak az osztálytársak és a szülők látják, hanem mindenki. Igen. Azért úgy át szoktam gondolni, hogy mit teszek fel Facebookra, már ami személyes, mert nem szeretném, hogyha
mindenki belelátna az életembe, úgymond. Amikor a családi fotók megjelennek, mert ugye a büszke szülő az fölteszi és mutatja a gyönyörű lányait, és akkor ti ezt hogy értékelitek? Azt hiszem, hogy jobban örülnék neki, hogyha mielőtt felteszik a képet, megkérdeznének engem is, hogy esetleg mit szólsz hozzá, feltehetem, mert hogyha nem tetszik, akkor csináljunk egy másikat, abba beleegyezek, mint hogy feltegyenek egy olyan képet, amiről utána azt mondom, hogy ezt inkább töröljük le, mert nekem ez nagyon nem tetszik. És volt rá példa, hogy letörölték? Elég gyakran. Kiderült, hogy nem vagyok elég modern, és főleg ilyen bemondások voltak még az iskolában is, hogy akinek nincs Facebookja, az nem is létezik, vagy nem is él. És akkor ilyen bizonyítási vágyból szükségem volt megmutatni azt, hogy én is élek, és akkor ilyen, de hiszem én vagyok az a felhasználó itt, aki legkevesebbet Facebookozik, de azért rendszeresen belépek és látogatom ezt az oldalt. Hát egy komoly információ forrássá vált, az biztos. És amikor bent vagy, akkor mivel foglalkozom? Miben áll a te Facebookos tevékenységed? Hát ez változó, de leginkább szeretem megnézni, hogy az ismerősök mit csinálnak. Főleg most ebben a periódusban, amikor itthon vagyok gyereknevelési szabadságon, inkább így jutok információhoz többiekkel kapcsolatosan. Nagyon szívesen megnézem azokat a dolgokat, amik az iskolában történnek, hogyha a kollégák felraknak ezzel kapcsolatosan képeket és információkat. Amit tényleg nem szoktam a gyerekeim után nyomozni, mert gondolom, hogy sokan félnek ettől, hogy a szüleik így jutnak információkhoz velük kapcsolatosan. Nem, tehát tényleg nem erre használom. Mert azért előfordul, hogy hallottam másoktól, persze, látom Biborka csúnyán néz, hogy így követik a gyerekeiket, hogy mit csinálnak, mikor lépnek be. Nekem nem ez a szándékom, tehát nem akarom őket így követni és befolyásolni. Inkább barátokkal, intézményekkel kapcsolatos újdonságokat és cikkeket szoktam olvasni, tehát változó. Tehát a Facebook azért sok mindent nem pótol, nyilván legalábbis számomra, aki régi vágású ember vagyok, mondom. A személyes kapcsolattartás azért nagyon fontos. Persze a virtuális térben is meg lehet osztani dolgokat, az ember igyekszik megosztani örömöket, akár bánatot, kérdéseket. Ugye az elmúlt időszakban akár a kampányban politikai gondolatokat, terveket is lehetett óvatosan nyilván, de azért a személyes kapcsolat szerintem semmivel sem pótolható. Van benne viszont más is, azért arról szól a dolog, hogy az ember a virtuális térben egy kicsit kitakarózik, mesztelenné válik. Most nincs még a Facebooknak egy letisztult etikája, mondjam így. Néha azt látom, hogy emberek olyan fényképeket is feltesznek magukról, másokról, aminek nem biztos, hogy szerintem mindenki örül. Tehát azért vannak olyan intimitás határok, amiket talán a virtuális térben nem kellene ennyire feszegetni. Jó lenne kicsit a kapukat szorosabbra zárni. Hát ugye azért van szükség arra, hogy idővel kialakuljon egy közáltal szentesített illemkódexe ennek a eszköznek is. Dr. Vince Hanna Orsolya, kommunikációs szakember, a Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa a vendégem. Szervusz Orsolya, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, köszöntöm a nézőket is. Milyen kapcsolatteremtési lehetőségeket kínál ez a közösségi oldal a családnak? A Facebook egy kommunikációs eszköz, egy kommunikációs felület, és mint ilyen, mint valamennyi kommunikációs eszköz, különböző célokra használjuk, mert használhatjuk mondjuk arra, hogy megosztunk egymással fontos információkat, akár a mobiltelefont vagy az SMS-t. Régen most használhatjuk ugyanerre a Facebookot is, de használhatjuk arra, hogy amint a riportban is láttunk, örömeinket meg bánatainkat osszuk meg.
használhatjuk a szórakozásra, időtöltésre, azért a Facebookon töltött időnek egy jelentős része ilyen szórakoztató, kikapcsolódó funkciót tölt be, és hát ezek a kommunikációs funkciók érvényesülnek a családon belüli kommunikációban, és a családon belül is szórakoztatjuk egymást, amikor a tévéfilmet beszéljük meg, valamikor esetleg azt osztjuk meg egymással, hogy mi érdekeset olvastunk. A probléma akkor kezdődik, amint a riportfilmben is láttuk, amikor a személyes kapcsolattartás lehetőségeit veszegetjük online. Mert mégiscsak hat a személyes kapcsolattartásra, ha arra gondolok, hogy sok időt töltünk a gép előtt. Hát igen, ez a kérdés azt sugallja, hogy negatívan hat olyan értelemben, hogy akkor kevesebb időnk marad szemtől szembeni mediálatlan a személyes kapcsolatot. Kommunikációra. Ugyanakkor vannak felmérések, ahol megkérdezik a felhasználókat, a fiatal felhasználókat, akik nálunk is a felhasználók legnagyobb részét teszik ki, hogy hogyan élik ők meg ezt a kapcsolattartási lehetőséget, és hát a válaszadók többség azt mondja, hogy pozitívan éli meg, azt mondják a válaszadó fiatalok, hogy könnyebben teremtenek kapcsolatot online, hogy le tudnak küzdeni esetleg olyan gátlásokat, úgy tapasztalják, amelyeket személyközi kommunikációban nem, hogy úgy érzik, hogy több barátra tehetnek szert, és ezt pozitívan élik meg. Igen, de ez sokszor ott történik meg a nagy közönség láttára. Igen, a Facebookos kommunikációnak azért az egy fontos sajátossága, hogy ez egy félnyilvános tér. Lehet akár csak a főtéren félre lehet vonulni egy sarokba, és lehet magánbeszélgetést folytatni, de azért folyamatosan tudatában kell lennünk annak, hogy más ember is arra járhat. És ki lehet állni a tér közepére, és hangosan kiabálni a mondandónkat bárkinek, aki azt hajlandó meghallani, mint a politikai kommunikációra is célzott itt az interjú alany. Pedig persze megvan annak a lehetősége, hogy egyéni üzenetben beszélgessünk, vagy a kis külön ablakban a barátunkkal, de nagyon sok esetben az történik, hogy ott a közös falon megjelenik egy bejelentés, egy hozzászólás, és akkor ahhoz többen is hozzászólnak, és ott vitatkoznak, és lehet, hogy tényleg a legtöbb felhasználót az már rég nem érdekli, de ott zajlik a beszélgetés mindenki előtt. Egyébként miért könnyebb a kommunikáció így számítógépen keresztül, mint szemtől szemben? Hát itt azért komoly egyéni különbségek vannak. A különböző ilyen szociálpszichológiai kutatások azt mutatják, hogy a személyközi kommunikációban, a szemtől szembeni kommunikációban érvényesülnek olyan hát ilyen szociális normák és gátak, amelyeket technikailag mediált csatornákon nem érzékelünk annyira. Ez egyébként nem annyira a Facebook problémája volt, mint amennyire az anonim fórumozásnak a problémája volt, amikor nem a saját személyes arcunkkal, a saját nevünkkel vettünk részt beszédhelyzetekben, hanem névtelenül, és ott nagyon sok gyűlölködő megnyilvánulás, egymást bántó megnyilvánulás hangzott el. A Facebook tulajdonképpen ezt a problémát megoldotta. A Facebook lehetővé tett olyan kis csoportos kommunikációt, ahol azért a normális társadalmi kommunikáció szabályait betartva vesznek részt az emberek az interakcióban, például nincsen rajta gyűlöletbeszéd. Pont ezért, mert érvényesülnek a társadalmi interakcióknak a normái. Tehát mégiscsak valahol megjelenik az etikett, az illemtan, amit itt az imént a bejátszásban is hiányolt a megszólaló. Melyek az intimitás határai, vagy hogyan határozhatók meg ezek, hogyha léteznek? Hát itt is gondolom, hogy komoly egyéni különbségek vannak, ha meg ilyen Facebook profilokat nézegetünk, látunk olyan felhasználót, aki egyáltalán nem tölt fel magáról profilképet sem, látunk olyan felhasználót, aki nagyon jól megválogatott profilképet tölt fel egyet, aztán van olyan felhasználó, akinek több ilyen van és váltogatja őket, és aztán van olyan felhasználó, aki feltölti a röntgenfelvételt, vagy a magzatról készült a ultrahangos felvételt is. Tehát, hogy máshol vannak az intimitásnak a határai egyénenként. Ami itt nagyon fontos, az, amit nem szabad senkinek elfelejtenie, és amire különösen a gyerekeket meg kell tanítani, az az, hogy azért, ami online elhangzik, annak nyoma marad. Hogy az a kép, az akkor is ott van, hogyha a számítógépet kikapcsolja, a képet meg lehet osztani, a barátaink továbbozthatják, vannak biztonsági beállítások, amelyekkel ezt szabályozni lehet, amelyekkel vagy jártunk, vagy nem, vagy értünk hozzá, vagy nem. Tehát ezeket a biztonsági beállításokat, amelyek szabályozzák a mondandónknak, a képeinknek, a tartalmainknak a nyilvánosságát, ezeket érdemes megtanulni. És megtanítani a gyereknek, ahogy az imént mondta, mert hogy Facebookozik a legtöbb gyerek, a legtöbb, vagy nagyon sok kiskorú gyerek is. És ugye szabály szerint nekik nem lenne szabad bejelentkezniük, bizonyos korhatár van megszabva, most nem tudom pontosan, hogy 14-13 a korhatár, na de vannak ennél fiatalabb gyerekek, akik ott vannak, és bizonyos esetekben a szülő is hozzájárul cinkos társként, segít neki bejelentkezni, hogyha már a gyerek ott akar lenni.
ezzel együtt beleegyezik abba, hogy a gyerek hazudjon a rendszernek. Na most ugye egyébként arra neveljük a gyerekeket, hogy ne hazudjanak. Akkor ezt milyen üzenetet közvetítünk, hogy értelmezheti a gyerek az ilyesmit? Hát gondolom, hogy ebben az esetben úgy értelmezik, hogy ez a 13 éves korhatár, ez egy ilyen ajánlás, mint a kiskorúaknak szóló médiatartalmak sarkában a kiskarika a televízióban, ahol szülői felügyelettel talán felül lehet bírálni egyes esetekben. Ez a 13 éves korhatár egyébként a kereskedelmi tartalmak szabályozásából adódik. Amerikában van egy törvény, ami szerint 13 éves kor alatt szülői beleegyezés szükséges ahhoz, hogy a gyerek kereskedelmi célú internetes felületet látogasson, és azért nem szabad elfelejteni, hogy a Facebook is egy kereskedelmi célú média felület. Tehát ez egy kereskedelmi vállalkozás, ahol reklámokkal találkozunk. A gyermekeknek szóló reklámokat nálunk is komoly törvények szabályozzák, és különböző reklámetikai kódexek, de a gyerek a Facebookon is találkozik például alkoholreklámmal, amivel a televízióban vagy igen, vagy nem, vagy sokkal szigorúbban szabályozott körülmények között. És mit kell még megtanítani a gyereknek? A biztonságos online viselkedés normáit mindenképpen, és az etikus online viselkedés normáit mindenképpen. Online is, és a Facebookon is találkozhat veszélyes tartalommal is, meg veszélyes emberekkel is. Amikor a gyerekeket magukat kérdezik meg arról, a tegnappal mutattak be egy ilyen nagy összeurópai kutatási jelentést, hogy mit válaszolnak a gyerekek arra a kérdésre, hogy milyen online tartalmak zavarják őket, akkor azt válaszolják, hogy az erőszakos, agresszív tartalmak, amelyekkel véletlenül találkozik, tehát érdekesnek tűnt, rákattintottam, és láttam, hogy ott valakit bántanak, ezek a gyereket megijeszti. Illetve a nagyon sok szexuális tartalmú, ha nem is pornográf, de valamilyen kép szexualizált kép, azt mondják a gyermekeink, hogy őket ez zavarja, és hogy akaratlanul találkoznak vele. Tehát meg kell őket tanítani arra, hogy esetleg hogy lehet ezt elkerülni, hogy előbb a szülővel látogassa meg a felületet, hogy csak olyan tartalomra kattintson, amelyet már látogattak együtt. Nyilván ez kisebb korban, ez a 13 éves szabályozás, ez erre is érvényes, hogyha a szülő belem partner abban, hogy ezt felülbírálják, akkor partnernek kell lennie az biztonságos internet használatban, és oda kell ülni a gyerek mellé. És a szülőnek is oda kell figyelnie arra, hogy mit tölt fel, vagy milyen hozzászólásai vannak, mert a gyerek láthatja őt, illetve azt hiszem, hogy gyakrabban történik meg az, hogy a szülő csodálkozik esetleg rá arra, hogy mi derül ki a saját gyerekéről, ha a Facebookon követi őt. Hogyan hat ez a családi kapcsolatokra? A társadalmi kapcsolathálóink sokfélék, és a való életben ezeket szét tudjuk választani. Vannak családi kapcsolataink, vannak munkahelyi kapcsolataink, vannak focis barátaink, meg vannak egyéb barátaink. És a való életben ezeket szétválasztjuk. A Facebookon ugye az történik, hogy ezek a kapcsolathálónk összecsúsznak, és a szülő látja esetleg azokat a képeket, amelyeket nem feltétlenül neki szántak, vagy a gyerek barátai látják azt a képet, amit a gyerek szülei töltöttek fel, és lehet, hogy a nagymamának szánták, vagy a nagynéninek, de hát rontja a kortárscsoportban a gyerek imidzsét. Tehát összecsúsznak ezek a kapcsolathálók, és ez a gyerekeket zavarja. A filmben is láttuk, hogy a gyerekeket zavarja, de tudjuk is a gyerekek válaszaiból, amikor megkérdezik őket, hogy mi zavarja őket, hogy bizony ez igen. Úgyhogy mindenképpen ott van ez a probléma is. Nem beszélve arról, hogy egy kimutatás szerint, most nem tudnám megmondani, hogy világviszonylatban érvényes adat volt, vagy valamely országban jegyzett adat, mi szerint 2009-ben a válások 20%-át a Facebook bejegyzések okozták. Egy angol ügyvédi iroda számolta meg valóban, hogy hány váló keresetben hivatkoztak a Facebookra, és azt találták, hogy a megkeresések 20%-ában szerepelt a Facebook. Szerepelt a Facebook, mint egy olyan felület, ahol esetleg tájékozódtak olyan információról, amit addig nem tudtak. De hát az emberi kapcsolatokat nem a Facebook rontja el, az emberi kapcsolatokat az emberek szokták elrontani, legfeljebb a Facebook ennek felületet ad, vagy most nem magándetektívvel nyomoztatnak egymás után az érintett felek, hanem lehet turkálni egymásnak. Nem csak a Facebook felületében vagy a Facebook képeiben, hanem ugyanúgy az SMS-eiben, vagy a telefonszámában, tehát ilyen kontextusban kerül elő a Facebook, de a kapcsolatokat nem a Facebook rontja, azt az emberek rontják. Meg más megvilágításban, ugye a Facebook lehetőséget ad arra is, hogy emberek találkozzanak és ott barátkozzanak a online. Jó, beszéljünk még arról, hát olvasunk erről, hallottunk nagyon gyakran, hogy létezik Facebook függőség, de létezik Facebook depresszió is. Ez a kifejezés mit akar? Valóban vannak fiatalok, akik azt mondják, hogy nagyon szeretnének elszakadni ettől a közegtől, és nem tudnak.
Egy tavalyi amerikai felmérésben mondta a válaszadóknak majdnem 50%-a, hogy sokszor úgy érzi, hogy jó lenne, hogyha el tudna szakadni a mobiltelefonjától vagy a Facebooktól. Egyébként a két dolog összefügg, a mobil felhasználók, a Facebook felhasználóknak körülbelül fele most már mobil eszközről használja ezt a felületet, ami azt jelenti, hogy folyamatosan ott van, folyamatosan rajta vagyunk, folyamatosan a zsebünkben van, egyfolytában megnézzük, hogy vajon mi történik, és hogy ez hatalmas nyomást is jelent, és időnként úgy érezzük, hogy ettől most már jó lenne, ha el tudnánk szakadni. Hatalmas ilyen pszichológiai nyomást jelenthet a lájkoknak, a pozitív visszacsatolásoknak ez az állandó hajszolás, amit a Facebook jelent. Igen, ez is egy nagy kérdés, ugye, mennyire fontosak a lájkok? A Facebookon ugye olyan tartalmat osztunk meg egymással, ami alkalmas arra, hogy tetszést váltson ki. Egyébként unlike gomb, vagy dislike gomb, vagy nem tetszik gomb nincs is. A Facebook egy olyan felület, ami arra alkalmas, hogy pozitív visszajelzéseket gyűjtsük. Na most de ott van az opció, elnézést, hogy félbeszakítalak, hogyha rákattintasz a like-ra, utána vissza lehet unlike, de akkor eltűnik a tetszés nyilvánítás, de hogy igaz, olyan nincs, hogy akkor... De azt nem mondhatom valakinek a tartalmáról, tetszik. Hogy nem tetszik. Az egész közeg úgy van megtervezve, a felület úgy van megtervezve, hogy a tetszés nyilvánítást erősítse, ez része a Facebook üzleti tervének, így ott tartja a felhasználót, és hát a fiatal felhasználók, akik a Facebook felhasználók legnagyobb részét teszik ki nálunk, és az ő számukra roppant fontos a kortárs csoport megerősítése, roppant fontos az, hogy az ő képeit is nagyon sokan lájkolják, hogy neki is nagyon sok barátja legyen, és egy ilyen verseny alakul ki, aminek szintén nyomasztó, az interjú alanyok szerint is nyomasztó hatása lehet. Még egy nagyon rövid kérdés, amire egy nagyon rövid választ szeretnék. Mennyi ideig lehet életképes egy ilyen közösségi oldal? Hova fejlődhet még? Nem tudom. Attól függ, hogy mennyire tudja ott tartani a felhasználókat. Hullámzik a Facebook felhasználók száma. Pillanatnyilag stagnál úgy tűnik, tehát volt egy pár év, amikor nagyon meredeken emelkedett, és most stagnál. Vannak olyan hírek is, miszerint pont a szülők és a generációk keveredése miatt a gyermekek migrálnak már, és más online felületeket keresnek, pont azért, mert ez nálunk még nem igaz, de Nyugat-Európában már igaz, hogy ez a szülők generációjának a közege, és akkor a kapcsolathálók keveredésének az elkerülése véget. Inkább elvonulnak. Igen, más közegekben teremtik újra online az ő saját kapcsolathálóikat. Vince Hanna Orsolya, köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad. Én is nagyon köszönöm.